Azért Imre bátyámról tudni kell, hogy az elsők között volt, aki a kertprogramot támogatta, és biztatott engem arra, hogy igen, ezt országosan el kell indítani, és ezt tegyem meg, és indítsam el, és csináljam. És azóta is nem tudok tőle olyat kérni, hogy ne segítsem. Viszont nagyon elfoglalt ember, és sosem tudom kellőképpen megköszönni a támogatását, segítségét. És most kérdezem, hogy november 30-án számíthatok a jelenlétedre, Imre bátyám? Igen? El tudsz jönni Budapestre? Jó. Akkor nem most köszönöm meg hivatalosan, és végre sok-sok fültanú hallotta, hogy Imre bátyám a november 30-ai budapesti rendezvényemre el fog tudni jönni, amikor is a 2017-es Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei programot meghirdetem a Herman Otto intézetben. Imre bátyámnak nem szerveztünk külön szekciót, hiszen elképzelhető, hogy hivatalos elfoglaltsága elszólítja tőlünk a konferencia befejezése, a szakmai fórum befejezése előtt. Ezért nagyon fontos, hogy ha valakinek most kérdése van hozzá, akkor kérem, tegye meg, mert most tud rá válaszolni. Illetve, hogyha leírja, akkor csak írásban fog tudni erre reflektálni. Van kérdésük? A következő kérdésem a kiskutakkal kapcsolatban. Én már tettem lépést, hogy elindítsam ennek a regisztrálását, de sajnos nem teljes mértékben tudok lépést tenni benne. Ugyanis a közjegyző úrnál voltam, azt mondta, hogy ő hatáskörébe, de különböző tervdokumentációt kell készíteni, meg mindent. Tehát most konkrétan azt szeretném megtudni, hogy hogy történik ennek a regisztrálása. Tehát nem a közjegyzőhöz kell menni, a település jegyzőjéhez. És a település jegyzője ki kell, hogy adja a fennmaradási engedélyt. Nem kell különböző hókusz-pókuszokat csinálni. Valószínű, a jegyző még nem volt képbe, hogy miről van szó. Jogszabály rendelkezik róla, és a jogszabály alapján kell megoldani a problémát. A jegyző úr ugyanis azt mondta, hogy külön tervet kell készítetni, ami 60 000 forint, és én voltam a vízügynél, valóban azt mondta a mérnök úr, hogy 60 000 forint egy ilyen tervdokumentáció. Hát most kérdezem azt, hogy ilyen körülmények között nem nagyon fogják regisztrálni a kutakat szerintem. Köszönöm. Jó, megnézzük és intézkedünk benne. Én úgy gondolom, hogy ez a kutak regisztrálása egy kezdődő folyamat, hiszen 2018. december végéig kell ezt megtenni. Én úgy gondolom, hogy mindenki föl fog erre készülni, és biztos vagyok abban, hogy jegyző úr ezt egy közfelhívásban tájékoztatásul fogja is közölni Karcagváros lakosságával, fog erről jegyző úrral egyeztetni, és biztos vagyok benne, hogy kellő hatékonysággal fogja ezt kommunikálni majd a város lakói az érdekeltek felé. Hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is az érdeklődést, és akkor folytassuk tovább. Most már teljes mértékben a gyakorlati síkra fogunk áttérni, hiszen gyakorló kertművelők fognak előadást tartani. Eddig olyan profi előadóink voltak, akik az idővel fantasztikus módon tudtak gazdálkodni. És hogy ez a továbbiakban is így legyen, én egy kis vicces eszközhöz fogok folyamodni. Az előadók idejét nyilván fontos betartsuk, hogy a konzultációra és egyéb más beszélgetésre, kötetlen beszélgetésre is elég időnk legyen. Én fogom jelezni. Egy enyhe kis kakukk szóval. Ez fogja jelezni, hogy 3 perc múlva lejár az előadó ideje. Én ezzel segítem a nem gyakorlott előadóink előadását, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy ők mondják el, hogy mit tapasztaltak, hogyan dolgoztak, hogyan értek el nagyon szép eredményeket a kertben, hiszen ülnek itt olyanok, akik ezekből szeretnének okulni, és ezekben a módszerekben, ezekkel a módszerekkel szeretnének gazdagodni. Elsőként Hamar Gyuláné Marika nénit hívom előadásra, aki a Magyar
Magyarország legszebb konyhakertje, életműdíjas kertesünk, negyedik alkalommal is elnyerte ezt az országos díjat. Ő a természetes levekkel történő növényvédelemről fog nekünk beszélni. Fogadják szeretettel. Én nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a kis találkozón. Örülök neki, hogy ez létrejött. Mert sokat beszélgetünk erről arról, de ez egy komolyabb dolog. Én, mint a legkisebb kert, mondhatnám, ugye ahhoz képest, amit Imre is elmondott, egy kis sarka az udvarunknak, de nagy szeretettel gondozzuk már 55 éve. Most, amit mi biokert, tehát nem használunk fegyszert, nem használunk műtrágyát, tehát mi, ahogy a szüleinktől, nagyszüleinktől láttuk, azokat alkalmazzuk. Ezeket szeretném most önöknek elmondani. Építettünk először is egy komposztálót, ami alulról ugye adja majd a meleget, felülről van rajta ilyen fényvédő fólia, és ez két haszon is, mert a gyönyörű földet kitermeli belőle a férjem, és akkor ebben keverjük össze a talajt, ami nagyon fontos. És azután pedig van még egy másik jó tulajdonsága, hogy mikor tavasszal megindul, benne adja a meleget, mint ahogy Imre is mondta, hogy fontos a növényeknél, akkor én 400-500 darab kis cserébe kitűzöm, középül ledeszkázom, és onnan van nekem gyönyörű palántjaim. Tehát nem mindegy, azért, hogy az is az hova megy el, az a hő, vagy mit. Az ember mindennek ki kell próbálja, meg kell csinálni, ezeket is láttuk, én ezeket is csinálom. Na, most itt már ugye nincs szükségünk műtrágyára. Most jön a másik, a növények ápolása. Egy olyan 60 literes hordóba 10 kilónyi csalántot összevágunk, belerakjuk, majd teszek hozzá körömvirágot, egy kilónyit, egy kilónyi metélőhagymát, egy kilónyi gyermekláncfüvet, és ezt a úgynevezett büdöske, hát ki hogy ismeri. Ezeket mindet szépen összeállítjuk, hordót telöntjük vízzel, lezárjuk. És 3 hétig, de minden nap varjánunk, megkavarjuk. Hát nem olyan jó illata van, de gondolni való, hogy 3 hét múlva kettes ütembe szépen átszűrjük, és akkor ehhez az 5 liter vízhez ebből 1 litert adunk, és ebben locsolunk. Hát nagyon jó dolog ez is. Most a levéltetvekre meg ugyanez az összetétel megvan, csak akkor forró vizet használunk, és mikor az lehűl, akkor avval permetezünk. Hát ez macerás ez is. A komposztálásnál megint ugye kitermelni a földet minden egy kis kubik munka, de aki a kertet szereti, megérdemli, hogy gondoskodjunk róla, mert az mindig meghálálja. Még olyan praktikám is van, hogy a gyermekláncfüvet kiszedegetem a zöld pázsitból, gyökérrel, és a sárgarépa petrezselyem közé elültetem. Nagyon jó bevált. Még az is bevált, hogy a szamócába fokhagymát ültetek, riassza elfele őket. Azután most téli szezonban már el van készítve a fahamunak, a zsák, ha kihűl, és a csúszómászók ellen azt is használjuk. Tehát mind egyszerű otthoni dolgok ezek, de nagyon nagy a jelentősége. Azt ugye kiszórjuk, és akkor annak már nem tud tovább menni, akkor ugye riasszuk úgy is, hogy üveget, hogy belemászik, abból se tud kijönni, ott is hallottam, mert mink is csináljuk, az is nagyon jó dolog. A virágos ágy, ami nekem a szívem csücske, tehát ott pedig leandert ültetek úgy sorba hátra, hogy jól mutasson, de viszont a levéltetvek ellen két nagy hatalmas már levendulám van. És nem kell permetezni, nincs levéltető. Mert elég sok rózsám van, úgyhogy ott igényli a gondoskodás, hogy szépen nézzen ki. Azt hiszem, hogy így nagyjából
elmondtam akkor, ami a legfontosabb, az idővel spórolunk, és csak azt szeretném kérdezni, hogy próbálja ki mindenki, nem egy nagy ördöngés dolog, ha valamit nem tud, szívesen segítségük leszünk bárkinek, és továbbéve mindenkinek kívánok nagyon jó kertészkedést, egészséget, és szeressék a kertet. Köszönöm a megtisztelő figyelmeket. Köszönjük szépen Marika nénének a praktikáit. Nem kellett kakukolni, hiszen nagyon jól gazdálkodott az idővel, de én úgy gondolom, hogy még órákig hallgattuk volna a legszeresebben Marika nénének a tapasztalatait, elmondásait, mert higgyék el, hatalmas tárháza van az ő tudásának, és egy élvezet megnézni a kertjét, miközben ő csak mesél, mondja, és én bízom abban, hogy lesz lehetőségünk egy kis kert megnézést, megtekintést szervezni majd tavasszal, amikor ezeket a praktikákat gyakorlatban is alkalmazza, és lehet látni majd, amikor ezt ő tényleg használja a kertjében. Hát igen, ezeket a praktikákat gyűjtjük mi a praktika lapon, amiket az előbb Marika néni elmondott önöknek, ezért is tettem ki a padokra ezeket a lapokat, hogyha valaki még nem tette meg ezek feljegyzését, kérem, hogy ossza meg velünk, írja le ezeket a kis módszereket, ezeket a praktikákat, hiszen biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van valami kis újítása, valami kis reform módszere a kártevők elleni védekezésben. Hát, ha működik máshol is, próbáljuk ki minél többen ezeket. És még mindig hamar Gyuláék portáján vagyunk, hiszen ők ketten művelik a kertjüket Hamar Gyula bátyámmal, aki egy másik nagy tudással rendelkezik, az esővíz hasznosításával, illetve a gyümölcsfák szaporításával. Ő is életműdíjas biokertművelő, hiszen Magyarország legszebb konyha kertje díjat negyedszerre nyert el Marika nénével együtt, és akkor megkérem Gyula bátyámat, hogy az esővíz hatékony felhasználásáról és a szaporítási módokról tartsa meg előadását. Én is nagy szeretettel köszöntök minden résztvevőt, kertbarátot és szimpatizánst. Ahogy kicsit korábban érkeztünk, mint a kiírt időpontból, időm volt végignézegetni a felvételeket, a tulajdonképpen Magyarország összes elkészített konyhakertjéről, és nagyon boldog vagyok, mert mi benne voltunk a kezdő csapatban, amikor még Karcagon 22-en neveztünk erre a mozgalomra, és fel lehetett mérni, hogy hova jutott ez a mozgalom ez alatt az idő alatt. Ugyanakkor egy kicsit bajba is vagyok, mert tulajdonképpen nem tudom elképzelni, hogy mit tudok újat mondani, ami már tehát ami újdonság. Azért arra döntöttem, hogy előveszem az én veszőparipámat, ami végeredményben szívügyen is, meg nem is találkoztam nagyon a módszerrel, ugyanis én az esővíznek a hasznosítását tűztem ki célunk akkor is, amikor elkezdtünk kertészkedni, hogy 40 évvel ezelőtt, meg azt is tudtam megállapítani, hogy sok mindenkivel nem nagyon tudtam elfogadtatni ezt a módszert. Eléggé pazarlók vagyunk, ha belegondolunk abba, hogy több milliárd köbméter öntözésre alkalmas víz folyik át az országon, anélkül, hogy hasznosítanánk. És mikor valaki elhatározza azt, hogy öntözéses gazdálkodást akar folytatni, visszariad attól, hogy olyan borzalmas pénzbe kerül az öntöző víz, hogy nem érdemes vele foglalkozni. Hát egy kicsibe az esővizet hasznosítom elsősorban, persze nyilvánvaló, hogy az öntözéses kertbe az egész évben esett csapadék nem elég. Van fúratkút is 56 méter mélységből hozza
fel a szivattyú, a kiváló minőségű, ami megint ritkaság, öntözővizet. De az esővizet azt 80%-ban fel tudjuk fogni, ami a udvar fölött lehullik. Összefogni szerencsénkre annak idején, mikor megépült Karcagon a szennyvízrendszer, a csatornázott, nem temettük be a derítőt szeméttel, mint általában nagyon sokan úgy tettek. Ide gyűjtjük össze az esővíznek a nagy részét. Ezen kívül van még egy körülbelül másfél-két köbméter nagyságú tározó edényeink, és ide szoktuk össze gyűjteni. Ezt a vizet pihentetjük, ülepítjük, és akkor utána ezt használjuk fel öntözésre. Elsősorban a paprikát, a paradicsomot és a patlizsánt szoktuk nagyobb mennyiségbe öntözni. Emellett ezek a növények ormozatra vannak ültetve, közötte barázda, és a barázdát betöltjük a fűkaszálékkal, a múlcsal, azért, hogy tulajdonképpen a kiöntözött vizet a lehető legtovább ott tartsuk a növényeknek a közelébe, ne párolókjon el. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi az egész végeredményben. Annyit tudok mindenkinek javasolni egyébként, hogy se a paprikát, se a paradicsomot ne öntözzük sose esőztető öntözéssel. A paprikánál és a paradicsomnál lehetőleg még arra is vigyázunk, hogy az öntözővíz a szárat se érje, ugyanis ezekben a gyenge telekbe áttelelnek szépen a kórokozó gombák, különböző kártevők, és szépen az esővízzel felmennek a száron, és károsítják a növényt. Mi csak kimondottan öntöző kannából a tőre szoktunk öntözni. A paradicsomnak, amikor, mert zsinórra felfuttatott fürtös paradicsomot és koktél paradicsommal foglalkozunk, mikor az alsó emeletek leérnek, akkor levesztük a leérett kocsányokat is, meg a leveleket is. És így meg tudjuk azt őrizni, ugyanis elfigyelkedni, ugye különböző fórumokon találkozunk a termesztőkkel, és augusztus derekán már egy néhány ilyen összeaszott, leszáradt levelű termékkel találkozunk. Na most a mieink október derekán fut ki ez a ültetvény. Akkor már csak fenn a csúcson van termés rajta, úgyhogy egy kicsit ilyen bizarr látvány, de ez idáig adja a friss, jó minőségű terméseket. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban ennyit tudtam volna elmondani. Van még egy másik, ami most kezd divatba jönni. Lehet, hogy egy bizonyos mértékben divat, de másképp meg rá is kényszeríti az embereket a árak miatt, saját maguk állítsanak elő gyümölcsfákat. Hát én magam is szaporítok különböző gyümölcsfákat. Elsősorban a csontélyesokat, tehát szilvát, barackot, ezen kívül körtét, annak ellenére, hogy mind a ketten cukorbetegek vagyunk, és a legtöbb tiltó listán van, de a saját magunk termelt gyümölcsöt szépen el tudjuk ajándékozni. Na most a szaporítás, hát a vegetatív szaporításnak az egyik módszere a szemzés. Tulajdonképpen ezt kétféleképpen alkalmazom én magam, a hasítékba rakott nemes szemekkel történő szemzést, meg a ablakos szemzést. A diót, a
epret szinte nem is lehet másképp, csak ezzel az ablakos szemzéssel át szemezni a vadról, tehát a vadra a nemest. Hát ez így elmagyarázni nem nagyon tudom. Ott van, ott látszott egyébként a egyik eredményes művelet, vad eperre lett szomorú eper oltva, de ezen kívül van egyvidejű galagonyára oltott árpával érő körte. Az árpával érő körtét úgy találtam véletlenül a házhoz közeli sistoknál lévő erdőbe, valahogy vadon kikelt. Arról oltottam egyvidejű galagonyára. Most ennél tudni kell azt, hogy a galagonya az elfogadja a körte nemest, viszont törpefák nőnek belőle. Úgyhogy ha valakit ez érdekel, tehát olyan a helye, vagy olyan a igénye, kisméretű körtefák teremnek ezek után, a oltások után. Úgyhogy én végeredményben erről szerettem egy néhány szót mondani. Na most annyi, hogy akit érdekel közelebbről, én nagyon szívesen megmutatom bárkinek, mert valamikor életszerűen csináltuk a nejemmel teljesítménybe a szemzést, meglehetősen jó eredménnyel. Valakik az idősebbek közül emlékeznek még az öreg Rózsa kertész nénire, Ugrai Manci nénire. Ő Karcagváros szinte ellátta oltott rózsákkal, na hát én oda jártam ő hozzá napszámba szemezni. 92%-os eredménnyel szemeztem abban az időben, óriási pénz, 100 forintot fizetett Manci néni egy napra. Úgyhogy ez még abban az időben fiatal embernek jó fizetés volt. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, hát nem tudom, hogy tudtam-e valami újat mondani, ha valakit bőven érdekel, érdeklődjön nagyon szívesen. A kaput mindig bezárjuk egyébként, de jó indulatú, jó szándékú embereknek bármikor kinyitjuk. Na most ez a bármikor, ezt úgy kell érteni, hogy nincs, hogy szombat, vagy vasárnap, vagy valami. Otthon vagyunk, és jöjjenek azért is csak, hogy meglátogatni, mert érdemes ezeket a termékeket megnézni közelről. Úgyhogy én sem szerettem volna. Köszönöm, hogy meghallgattak. Drága Gyula bátyám, nagyon szépen köszönjük ezt a tartalmas előadást, és tényleg megfontolandó, és a sok kicsi sokra megy elv alapján elgondolkodtató, hogy mennyire fontos, hogy az esővizet gyűjtsük, és megfelelő hatékonysággal kellőképpen használjuk föl. Én is ezt teszem. A műanyag hordók általában már nem elegek, ezért ilyen ásványvizes üvegekben szoktam gyűjteni, és az én drága párom már ettől enyhén szólva ideggörcsöt kap, mert az egész udvar tele van ásványvizes flakonokkal, amelyek vagy bírják, vagy nem az időjárás viszontagságait. De nem tudom azt megállni, hogyha egy tele hordón van, hogy ne álljak neki, és ne kezdjem el kiszedegetni flakonokba, és mindenhova, ahová csak tudom, gyűjtöm az esővizet, mert tényleg minden cseppjéért kár, és tényleg pazarlóak vagyunk, mert valahol évekig nem esik az eső, és mégis meg kell oldani az öntözést, valahol 5 évben esik akárhány milliméter, és mégis meg kell oldani az öntözést, és nálunk pedig esik garmadával, sokszor szidjuk, és azt mondjuk, hogy nem igaz, hogy nem áll el, és mégsem gyűjtjük, és hagyjuk elfolyni. Én úgy gondolom, hogy ez ellen érdemes tenni, és nagyon jó hatékonysággal lehet használni. Bevallom őszintén, amikor Gyula bátyám a kertbejárások során megmutatta, és itt lehetett látni a fotókon, hogyha megnézik, a paradicsom fölé ő fóliát húz, nem teljesen oldalig végig le a földig, hanem csak a tetejére,
és egy picit, egy olyan 30-40 cm-re oldalra le vezeti ezt a fóliát, védve a paradicsomot, paprikát az konkrét közvetlen esőtől. Olyan csodálkozva néztem rá, és nem is igazán hittem benne. Gondoltam, hogy ez egy olyan módszer, amit ő jónak talál, de talán fölösleges is ennyit bajlódni ezzel a paradicsommal, paprikával. Hát az esővíz úgy is kell a növénynek. Aztán, ahogy jártuk a kerteket, láttuk, hogy az esővíz hatására a paradicsom, paprika, főleg a paradicsom mennyire tönkre tud menni, és be kell valljam őszintén, Gyula bátyámnak maximálisan igaza van. Sokkal jobb, hogyha a paradicsomot megóvjuk a közvetlen esővíztől, nagyon jó módszer az ő fóliás módszere, és mindenkit csak biztatok arra, hogy kövesse ezt. És akkor maradjunk a tapasztalatoknál, méghozzá a kis kertből menjünk át egy nagyobb kertre, egy közösségi kertre, amely egy nagyon jó példa arra, hogy úgymond a semmiből hogyan lehet egy közösségi, ráadásul biomódszerekkel, teljesen biomódszerekkel megművelt közösségi, gyönyörű kertet varázsolni, akik most a 2016-os évben elhozták az országos díjat, Magyarország legszebb konyhakertje díjat kapták meg közösségi kategóriában. A kert kialakítását, gondozását Törőcsik Lajosné vezetésével végezték. Ő is állította össze ezt a kis előadást, amelyet most Kuncsilla, a Szociális Szolgáltató Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának vezetője fog önöknek elmondani. Tájékoztatásul közlöm, hogy az előadás után szekcióülésekre kerül sor, és a szekcióüléseken rendelkezésükre áll, mint Marika néni, ő itt lesz, úgyhogy kérem Marika nénit, hogy már is fáradjon ide ehhez a padhoz, ide mellém. Mint Hamar Gyula bátyám, Fazekas Sanyi bácsival együtt fognak majd az oltással, szemzéssel kapcsolatban hasznos információkat mondani önöknek, majd Sanyi bácsit megkérem, hogy Imre bátyám mellé foglaljon helyet. Dr. Rosszik Péter ott fog majd egy szekcióelőadást tartani, illetve Törőcsikné Icuka Kuncsillával a másik sornak a középtájékán meglátják majd a szekciótáblát. Ott fogják elmondani mindazokat a nagyon hasznos, praktikus, gyakorlati tapasztalatokat, ismereteket, amelyeket bizony, valljuk be őszintén, az évek során saját bőrükön, saját módszerekkel kidolgozva alakítottak ki. Akkor most következzék a növénytársítások és egyéb ökomódszerek egy közösségi biokert gondozásában című előadás Kuncsilla intézményvezető asszonytól. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. Mint ahogy alpolgármester asszony mondta, engem ért az a megtiszteltetés, hogy kolléganőm Törőcsik Lajosné helyett én mutassam be önöknek remekbe szabott kis konyhakertünket. Előre bocsájtom, hogy nem vagyok, és kollégáim sem szakemberek témát tekintve, ezért kérem, hogy nézzék el, ha időnként konyhanyelven fejezem ki magam. Ettől függetlenül mi teljes lelkesedéssel, tudásunk folyamatos gyarapításával igyekszünk, illetve igyekeztünk ápolni és gondozni kertünket. Intézményünk a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Többcélú Integrált Intézmény, mely szociális és gyermekjóléti feladatokat lát el, és melynek keretein belül működik az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 20 férőhelyjel. Jelenleg 18 a napközi otthon taglétszáma. A hétköznapokat, a mindennapokat igyekszünk változatos, sokszínű és hasznos programokkal, tevékenységekkel kitölteni. Ezt a célt szolgálta és szolgálja mai napig is az, hogy beneveztünk a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei Program 2015 évi helyi versenyébe. Korábban is mindig gondoztuk, műveltük a konyhakertünket, csak nem ennyire átgondolt és tervezett módon. Az eredményes első évet követően ebben az évben ismételten beneveztünk a programba, és engedjék meg, hogy egy kicsit nagyképűen jelentsem ki, hogy meg sem álltunk az országos elismerésig. Köszönjük szépen!
Az intézmény udvarán lévő konyhakertünk körülbelül egy olyan 140-150 négyzetméternyi. Talajminősége nem a legkedvezőbb, és ahhoz, hogy jobb minőségű konyhakerti növényeket tudjunk termelni, a terméshozamot növelni, igyekeztünk és igyekszünk rajta folyamatosan javítani, természetes módszerek felhasználásával, alkalmazásával. Komposztálunk, mi növényi eredetű komposztot használunk, melyet időről időre bedolgozunk a talajba, hogy a talaj eleven, termékeny és egészséges maradjon. Kipróbáltuk a vegyes növényi kultúrák ültetését is, hogy a kedvező szomszédság elősegítse a növények egészséges növekedését, kivédje a kártevőket és a betegségeket. Talajtakarást, mulcsozást végeztünk, hogy élénkítsük a talajban lévő élőlények világát, és hogy a talaj mindig nedves és lezamaradjon. Valamint jó minőségű fekete földet kevertünk, illetve ástunk a talajba. Itt éppen a vetési tervünket láthatják, amit ebben az évben próbáltunk megvalósítani. Az idei évben itt látható a kertünket három részre osztottuk, az első ágyásban spenótköztes vetést próbáltunk ki a növénytársítás mellett, a második ágyásban mustát vetettünk előveteményként, majd növénytársítással ebbe az ágyásba kerültek a palánták. A harmadik ágyásban is a növénytársítás maradt a főszempont, de voltak takaratlan talajfelületek is, így volt összehasonlítási lehetőségünk arra, hogy a kipróbált vetési formáknak, például a kevert vetés, a vegyes kultúra, a kulisszás vetés és a sorvetés, milyen előnyei, illetve milyen hátrányai vannak. Nézzük akkor az első fő témánkat, a növénytársítást. Mivel a kertünk madárbarát és biokert, itt éppen a nagyszerű rovar hotelunkat tetszenek látni, így a kártevőkkel szembeni védekezést és természetes módszerekkel, illetve módszerek alkalmazásával próbáltuk, illetve próbáljuk folyamatosan megoldani, annál is inkább, mert a napközi otthon tagjai nem kezelhetnek vegyszert, és ezért szeretnénk azt, hogy a növények egymást védjék a kártevők ellen. A védekezés lényege, hogy a növények köré ültettünk olyan növényeket, amelyek megakadályozzák a kártevők szaporodását. Ilyen növény lehet a levendula, a büdöske, metélőhagyma, fokhagyma vagy vöröshagyma is, és még sorolhatnánk tovább. Ha ilyen növényekkel veszük körbe a védendő növényeket, illetve a zöldségágyások szélét, akkor sokat tettünk azért, hogy meggátoljuk a kártevő pusztítását a kertünkben. A növénytársításnak van egy másik nagyon fontos előnye is, hogy lehetővé teszi a vetemény ágyások megosztását, vagyis megfelelő társításban a növények sokkal kisebb területen ültethetők, mert táplálják, védik és serkentik egymást. Míg körülbelül egy ilyen 60 féle fajta növényt ültettünk, illetve veteményeztünk a kertünkben. A növénytársításnál természetesen figyelembe vettük a vetési időt, a víz és fényigényét a növényeknek, a növény növekedési terjedelmét és fejlődési érési idejét is. Ennek megfelelően az alábbi növénytársításokkal próbálkoztunk, természetesen a teljesség igénye nélkül. Mi például zöldborsót hagymával társítottunk, így ugye a zöldborsó a borsómoly és a zsizsik ellen jobban ellenállóvá vált. Sárgarépát céklával. Ezt ugye elméletileg egy rossz társításnak hívják, mégis ennek ellenére nálunk mindkettő nagyon szépen fejlődött, vagyis elmondhatjuk, hogy a kivételek erősítik a szabályt. Hagymát sárgarépával társítottunk, itt kölcsönösen védték egymást a növények, ugye a répa, illetve a hagymalégy ellen. Mi emelt ágyásba tettük a szamócát a fokhagymával együtt, amely megvédte ugye a szürkepenész, illetve a szamóca ellen a növényt. A zellert brokkolival, karalábéval, illetve karfiollal társítottuk, amely a káposzta ellen védte a növényeket. Majd paradicsomot bazsalikommal társítottunk, amely elriasztotta a hangyát, illetve a levéltető ellen is védte a paradicsomot. Hagymát paprikával, itt a levéltetvek ellen próbáltuk megvédeni a növényt, majd hagymát zellert uborkával, amelyek gátolták az uborka lisztharmat terjedését. Salátát pedig retekkel társítottunk, hiszen a saláta a földi bolha ellen védte meg a növényt. A tök mellé sarkantyúkát vetettünk, amely levéltető, káposztalepke űző és távol tartja a hangyát, csigát, hernyót. Uborkát zellerrel társítottunk, amelynek esetében kisebb a gombabetegségek kialakulásának az esélye.
A büdöske-uborka párosításban szintén a levéltető ellen próbáltuk megvédeni az uborkát, majd a burgonyát hagymával, fokhagymával társítottuk, amely a burgonyabogár ellen nyújtott védelmet ez esetben. Sárgarépát kaporral társítottunk, a kapor segíti a növekedését a répának, valamint a gyökértető ellen védte. Kaport ültettünk mángold, uborka, zöldbab, zöldborsó, illetve karalábé mellé, amely olyan rovarokat vonzott, amely megszabadította ugye a levéltetvektől a növényeket, és nem szeretném tovább a türelmet fokozni. Gyümölcsfák köré és nidlinget, zsáját, büdöskét, sarkantyúkát ültettünk, hogy a gombás fertőzések, földi bolha, illetve levéltetvek, fonal, féreg ellen védjék a fákat. Fontos megemlíteni, a képeken is majd valószínű látható lesz, hogy a köztes sorokba spenótot vetettünk, tetőgyűjtő funkciója, valamint talajjavító, vízmegtartó képesség javítása érdekében. A fentieket összefoglalva a növénytársítás néhány előnyét és hátrányét szeretném most megosztani önökkel, amelyeket mi tapasztaltunk a próbálkozásaink során. Az egyik legfontosabb előnye természetesen az, hogy védjük a környezetünket, az állatokat és természetesen mi magunkat is. A talaj szerkezete megfigyeléseink szerint lazább lett, vízmegtartó képessége pedig jobb. Az időjárás kevésbé tett kárt a növényekben. Egyik növény a másiknak támasza volt, mint ahogy az első előadásban is elhangzott már, a mi esetünkben a kukorica a töknek, az uborkának, a napraforgó a borsónak, illetve a spenótnak is. Megfigyeltünk egy nagyon érdekes jelenséget, egy ízfokozást, ugyanis mi a retek mellé csalánt ültettünk, és arra lettünk figyelmesebbek, hogy így csípősebb lett a retek, mint az, amelyet magas ágyásba ültettünk, ahol nem került mellé csalán. Jobb termést értünk el megfelelő társítással, mi itt a kevert vetés során figyeltük meg, a saláta, retek, illetve a céklarépa kevert vetése során. Egyes növények nitrogént termeltek a gyökérzetükön, így a gyökér földben hagyásával tápanyagot jelentettek a másik növény számára. Olyan növényeket is ültettünk, ugye, amelyek hasznos rovarokat vonzottak, a kapor, a büdöske, a rézvirág esetében, illetve egyes növények illó olajukkal visszafogták a rovarokat, a talajférgeket. Ezek voltak a paradicsom, a kapor, a bazsalikom és a menta. Természetesen néhány hátrányra is figyelemre lettünk a növénytársítás kapcsán. Például nálunk a mi kis kertünkben a zöldborsó a spenót mellett felnyurgult, és az alsó része rothadni kezdett, és a termése is elég gyenge volt. A zöldborsót a büdöske megvédte ugyan a zsizsiktől és a borsómojtól, de a termése nagyon-nagyon kevés volt, igaz, teljesen egészséges. Az eller, mint védőnövény, betöltötte ugyan a szerepét, de a gumója fejletlen maradt a brokkoli és a karfiol között. Röviden én ennyit szerettem volna mondani a növénytársítással kapcsolatos tapasztalatainkról, és most térjünk át a másik témánkra, az ökomódszerekre. Viszonylag sok házi praktikát kipróbáltunk a fentebb említettek miatt, hogy ugyanis vegyszereket nem használunk biztonsági és balesetvédelmi szempontból a napközi otthonban, de már a korábban elhangzott csalánlé kis vegyületet mi is felhasználtuk, csak egy másfajta keverésben, vagy másfajta módon. Mi a csalánlét kétféle módon használtuk fel. Az elsőben talajjavításra, illetve a talaj kezelésére, a komposztérésének gyorsítására, illetve a növények általános erősítésére használtuk. Mi 5 kg friss csalánt 50 liter esővízben áztattunk 2-3 hétig, melyhez 20 deka zeolitot is adtunk, ugye ez szaktalanítja, ez a macskaalomban van, és akkor elviselhetőbb a kezelése. Naponta megkevertük, és felhasználás előtt leszűrtük. A készlevet mi a talajra, és csak is a talajra öntöttük, növényekre nem locsoltuk ebben az esetben, veteményezés előtt, palánta ültetés előtt alkalmaztuk, illetve másodvetéskor a vetőmag árkába is locsolhattunk a csalánléből, és így azt vettük észre, hogy kelés után a növények egy kicsit erősebbek voltak. A csalánlének egy másik alkalmazását is kipróbáltuk, a mesztelen csiga, illetve a levéltetvek ellen.
Itt elsősorban a zöldbab, a brokkoli, a karaláb és a kapor esetében itt egy kiló csalánt 10 liter hideg vízben áztattunk 24 óráig. Leszűrtük és hígítatlan formában permeteztük a levelekre. A szűrés után visszamaradó csalánt pedig talajtakarónak használtuk, így a csiga elkerülte. Ezt általában májustól lehet alkalmazni, de az első kiadós eső után mindenképpen. A paradicsom hónaj hatását is egy ilyen talajtakarásos formában használtuk fel, ugye letörtük ezt a hónaj hajtást és a védendő növények közé tettük, hogy a csigák elkerüljék. A banánhéjat is kipróbáltuk, a levéltetvek és a hangyák ellen, főleg a szőlő, málna, eper és gyümölcsfák esetében, szerintem ez sok mindenki által közismert. A növények mellé 2,5 cm-es mérdést készítettünk, és ebbe tettük bele a banánhéjat, és így nem a növényeken lakmároztak ezek a kis állatok, hanem ugye a banán kálium tartalma vonzotta őket oda, és ezt lepték el. Ezt folyamatosan lehet használni, ugye már kora tavasztól. A háztartásokban megtalálható egyik legismertebb konyhai segédeszközt is bevetettük, nevezetesen az alufóliát, levéltetvek ellen, de elősegítheti a virágok egész nyáron át tartó virágzását is, főként karalábé, brokkoli, karfiol, paradicsom esetében alkalmaztuk. Az alufóliát ugye gurigákba gyűrjük és elszórjuk a veszélyeztetett ágyásokban, ha elsárosodik, mi egyszerűen lemostuk és visszahelyeztük. A magasabb növények esetében karóhegyére tűztük. A fényes labdák ugye szétszórják a napfényt, ami elijeszti a levéltetveket. Mi egy időben használtuk a palánták kiültetésekor, de az első eső után akár a betakarításig is lehet alkalmazni. Kipróbáltuk még a tojáshéj, illetve a burgonyahéj áldásos hatását is, ugye a mesztelen csigák ellen. Itt a mángolt, paradicsom, spenót, salátafélék is az uborkák védelme esetében a mi konyhakertünkben. Több helyre ugye kitettük az összetört tojáshéjat, illetve kiegészítésként öreg hibás burgonyaszeleteket, burgonyahéjat alkalmaztunk. Ugye az összetört tojáshéj az sérti a csigák bőrét, és messze elkerülik azt a részt, illetve a burgonya köré, a burgonya héj köré tömegével gyűlnek ugye a csigák, a mesztelen csigák, így könnyűszerrel összegyűjthetjük és eltávolíthatjuk őket a kertünkből. A mustár nálunk nagyon fontos szerepet töltött be. Gyomok elfolytására, talajtakarásra, talajszerkezet javításra, tápanyagtartalom növelésére használtuk fel. Erőveteménye volt így például a mi kertünkben a paradicsomnak, a brokkolinak, a karfiolnak, a zellernek és a paprikának. A mustár tehát, ahogy mondtam, kora tavasszal előveteményeként vetettük el, 3-4 hét után érte el a kívánt magasságot, de még a virágzás előtt mi levágtuk, egy részét beleforgattuk a földbe, másik részét pedig talajtakarásnak használtuk a sorok között. A gyökérzetet hagytuk a földben továbbra is, hogy hasznos legyen ugye az odaültetett növényeknek, hiszen nitrogén termelt számukra. Előveteményként ugye kora tavasszal, illetve mi ősszel a felszabaduló sorok helyére vetettük folyamatosan. Ahogy említettem már, a mi kertünk ugye biokert és madárbarát kert, éppen ezért madáretetőt, madáritatót is kihelyeztünk, hogy ezek a kis állatok is segítsék védekező technikánkat. És végül utoljára hagytam a leghatásosabb ellenszerét ennek a védekezésnek, ez pedig nem más, mint a mi két kezünk, az ásó és a kapa, megmondom őszintén, hogy mi ezeket használtuk a leggyakrabban. Természetesen számos más praktika is létezik még, ugye különböző főzetek, csapdák, levek, amivel védeni tudjuk a kártevőktől a kertünket. Mi az alább felsoroltakat próbáltuk ki, és alkalmaztuk több-kevesebb sikerrel. Köszönöm a lehetőséget. És akkor most biztatok mindenkit arra, hogy keresse meg mindenki azt a területet, ahonnan legszívesebben kérdezne a gyümölcsfákról, esővízről, gyümölcsök szaporításáról, régi tájjellegű gyümölcsökről, őshonos fajtákról. Itt az első padban Gyula bátyám, Sanyi bácsi segítségével lehet okosodni
lehet nekik kérdéseket föltenni, vagy csak egyszerűen beszélgetni arról, hiszen a tapasztalatok átadásával úgy gondolom, hogy mindenki gazdagabb lesz. A másik oldalon az elsősorban Marika néni ül, ő rövidre fogta az előadását, de szándékosan azért, hogy mindenki menjen és kérdezzen tőle, beszélgessen vele. Az első padsornak a közepetáján, Csilla, légy szíves, állj föl még egyszer. Ott lesz az a sziget, ahol Törőcsiknél Icuka ezt a rengeteg sok praktikát megosztja önökkel, és lehet tőle kérdezni, lehet vele beszélgetni. És a második padsor közepetáján dr. Rosszik Péter. Péter, légy szíves, állj föl. Köszönöm szépen. Elnézést. Dr. Rosszik Péterrel ott lehet majd beszélgetni, és kérek mindenkit, hogy keresse meg a helyét, beszélgessenek, kérdezzenek, és használják ki azt a lehetőséget, hogy most tényleg megkapják a segítséget, hogy egy-egy probléma nem megoldott kártevő elleni védekezéssel kapcsolatban segítséget kapjanak. Ezt követően kérek mindenkit majd, hogy fáradjon a másik terembe, hiszen ott egy kis megvendégelés lesz, kis kávé, ásványvíz, pogácsa és egy kis meglepetéssel, és ott tovább folytatható majd a beszélgetés. De nem engedek ki senkit addig, amíg el nem foglalja a szekció helyét, és nem kérdez az én drága kerteseimtől és az én drága előadóimtól. Huba Imre bátyám is itt tudott maradni, köszönöm szépen neki. A Demeter-féle módszerről és egyéb más nagyüzemi módszerről őt is lehet kérdezni, és biztatok mindenkit, hogy hajrá kérdezésre föl, hiszen így leszünk okosabbak. Az előadóinknak köszönöm szépen a tartalmas, színvonalas előadást. Profi módon helytáltak, és nagyon sok érdekes információval, gyakorlati tapasztalattal gazdagítottak bennünket. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és közben szeretnék majd mindenkinek átadni egy kis ajándékcsomagot addig, amíg önök elfoglalják a szekcióbeli helyüket. Ügyes legyél, hogy filmed van, vagy csak valamit?